Köszöntöm a Panongazda nézőit! Mai műsorunkban utána járunk, hogy hogyan funkcionál az e-agrárrendszer, ugyanis az év elején és tavasszal a gazdáknak jelentkezniük kellett ide, hogy jelentkezhessenek, illetve megkaphassák ezentúl a támogatásokat. Műsorunk folytatásában utána járunk majd, hogy hogyan támogatja a tartomány a gazdákat a jégkárok elleni védekezésben, majd pedig foglalkozunk a Magyarok Kenyere programmal is. Mindezek előtt azonban legfrissebb termintőzsdei híreink következnek. Januárban kezdtek el először jelentkezni a termelők, illetve akkor hívták fel a figyelmüket az illetékesek, hogy megnyílt az új e-agrár online rendszer, ahova muszáj bejelentkezniük, hogyha szeretnének támogatásokban részesülni a jövőben. Következő riportunkban utána járunk, hogy jelenleg hogyan funkcionál ez a rendszer, és hogyan vélekednek a gazdák róla. Nagy port és fejtörést okozott a tavasszal bevezetett e-agrár rendszer, amely a mezőgazdasági termelők mindennapjainak és a támogatások igénylésének megkönnyítésére szolgál. A fiatalabb generáció inkább a telefonos applikációs rendszert helyezte előtérbe, ami a regisztrációt illeti. Ők a mai napig erre az applikációra kapnak értesítést, ha változás vagy újdonság történik a mezőgazdasági ágazatban. Viszont azok a termelők, akik az igazolványos regisztrációt választották, csak is a falugazdász irodában, vagy olyan helyen tudnak belépni a rendszerben, ahol van igazolvány leolvasó. Nekem se okostelefonom, se internetem, így az falugazdászokra szorultam. Viszonylag gyorsan egy nap ki kellett várnom a sort, de utána működött az egész. Tehát egy nap kanizsán kiváltam a soromat, ott meg elkészítettük, az e-mail címet kellett ugye adnom, azt meg tudtuk oldani, meg utána egy alkalommal zentán el tudtam mindent intézni, a támogatást is, megkaptam az igazolást is, az aktív státuszról mindent, úgyhogy azóta nekem különös kérdésem nincs, a támogatásnak felét megkaptam utána mindjárt, a többit meg szerintem hiába érdeklődök, még meg nem érkezik addig, nem tudnak segíteni a falugazdászok se. Hogyan értesül az újdonságokról? Például ugye minden most a vízlecsapolás is az e-agrárrendszeren keresztül érkezik. Hát én csak vagy a sajton keresztül, vagy a falugazdászokon keresztül tudok érdeklődni. Az illetékesek szerint pont erre szeretnék a gazdák figyelmét felhívni. Az új rendszer egyik hátránya, hogy a belépés csak is a gazda jelenlétében történhet. Tudtuk meg Skutera Éva falugazdásztól. Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy minden alkalommal szükség van vagy az igazolványra, vagy a telefonra, amikor belépünk az e-agrár felületére. Tehát megkérek mindenkit, hogy saját magának jegyezze meg, hogy igazolvánnyal vagy telefon használatával lépett be az e-agrárba, illetve minden alkalommal hozni is kell magával ezekhez tartozó kódokat. Azon kívül a kivonatokra, ha szükségük van, ezentúl már nem az államkincstár, tehát a Trezor adja ki ezeket a kivonatokat, aktív státusz vagy a gazdasági kivonatokat, hanem szintén az e-agrár felületére belépve tudjuk ezeket megigényelni és kinyomtatni. Többször megesett a gyakorlatban, hogy aki telefont használt, véletlenül letörölte azt az applikációt, ami szükséges a belépéshez, illetve a másik eset, amikor eszközt cserélt, telefont vagy tabletet, kint mint használt, cserélt a termelő. Mindkét esetben újra el kell menni a postára, és a QR kóddal ellátott adatlapot újra igényelni kell. Fölhívom még a figyelmet, hogy ezentúl a különböző adóvégzések, illetve a vízlecsapolás végzés az e-uprava felületén
az úgynevezett e-szándúcse, tehát az elektronikus postaládába érkezik, és innen tudjuk letölteni és kinyomtatni. Ehhez is ugyanúgy kell hozzáférni, mint az e-agrárhoz, tehát vagy az igazolvány, vagy a telefon segítségével. Az e-agrár egy új formát hozott az egész gazdálkodás, illetve a gazdaságbejegyzés során. Ebből azt szeretném kiemelni, hogy míg eddig az államkincstárral együttműködve tudtunk a gazdálkodóknak a kérdéseire válaszolni, most az új helyzetben kizárólag akkor tudunk tanácsot adni, ha belépünk a gazdaságba, és úgy meglátjuk a gazdaságba, hogy van-e valami hibaüzenet, fölhívás, fölkiáltójel, tehát minden alkalommal be kell jönni a gazdának, és be kell lépni a gazdaságba, hogy el tudjuk mondani, mi a megoldás, mi a probléma. Természetesen a gazdák továbbra is számíthatnak a falu gazdászok segítségére, de fontos, hogy a termelők tudják azt a 4 számjegyű kódot, amelyet a rendőrségen kaptak, amennyiben igazolvánnyal regisztráltak az oldalra. Bebizonyosodott, hogy a múlt heti jégkárok után elengedhetetlen a tartományi kormány támogatása. Ezért a tartományi mezőgazdasági titkárság idén a gyümölcsészet és a szőlészet gépesítése mellett olyan berendezések, illetve különféle felszerelésekkel is támogatja a gazdákat, amelyek a jégkárok ellen kiválóan alkalmazhatók. 172 sikeres pályázója volt a mostani kiírásnak. A tapasztalatok pozitívak, hiszen számos termelő már többször is sikeresen pályázott. A gyümölcsészethez pályáztunk most egy fűkaszát. A tartománynál már több éve pályázunk sikeresen, tehát mindig élünk a lehetőségekkel, és meg vagyunk elégedve. Maga a pályázat tárgya az egy atomizőr, az az ilyen gyümölcspermetező, amit maga az miatt szükséges volt, hogy beszerezzünk, mivel a klímaváltozás hatására mi is próbáljuk a tevékenységünket bővíteni, és maga a mezőgazdaság mellett gyümölcsészettel is foglalkozni, és a mogyoró ültetvény védelmére szereztük be ezt az atomizőrt. A mostani támogatási vonal nagyon fontos, hiszen a termelőknek számos időjárási viszontagságnak kell megfelelni. A kiírás jégvédelmi rendszerek kiépítését támogatja gyümölcs- és szőlőkertekben, de ezeknek a bekerítése is a pályázott tárgyát képezte. Ezekkel az intézkedésekkel megpróbáljuk a gazdaságokat úgy fejleszteni, hogy meg tudjanak felelni ezeknek az időjárási viszontagságoknak, meg tudják védeni a parcelláikat, és hogy ezáltal jobb, konkurensebb árut tudjanak a piacra bocsájtani. A pályázott keretösszege 109 millió dinár. A befektetés 50% vagy 60%-át támogatja a tartományi mezőgazdasági titkárság. Tizenhárom éve szervezik meg Vajdaságban is a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programot, melyre idén is szép számban érkeztek adományok. És természetesen, ahogyan azt már a termelők megszokhatták, az árónapon az entai gazdakör előtt várták az adományokat. Kedden a délelőtti órákban szép számban gyülekeztek és egymás után adták át búzaadományaikat a mezőgazdasági termelők az entai gazdakör épülete előtt. A helyi fajka család évek óta részt vesz az akcióban, most is egymás a búzával járultak hozzá a programhoz. Mindig hozzájárulunk ehhez, hogy minél bővebben legyen itt, és legyen ennek hagyománya továbbra is. Ahogy itt megkezdte a gazdakör, hogy ez hagyománnyá vált, így akkor mindig hozunk ide közösen a család, főleg a gyerekeknek is, hogy jó példával járjunk, így akkor megmutassuk. Mennyi búzával tudtak az idén hozzájárulni ehhez az akcióhoz? Hát én most éppen nem is voltam ott a mérésnél, a totálba adták át, de hát szerintem egy mázsal körül hoztak, mert a gyerekek rendezik ezt, tehát meg a totálja, és akkor az előtt nem voltam ott a mérésnél, mint leszettük a kocsiról, nem mértük meg mink se előbb. Itten a mérésnél nem voltam ott. De körülbelül mindig ennyit hozunk minden évben.
két kisebb zsákkal, két gyerek részírő, úgyhogy hát halljuk is, majd viszik tovább ezt a hagyományt, ha megéri. Milyen volt az idei búzatermés önöknél? Mennyire volt jó hatással rá a csapadék, a nem csapadék, támadták-e meg esetleg betegségek? Hát sajnos a csapadékot úgy gondoltuk, hogy nagyon jó, még reménykedtünk is, nagy szalmával, nagy reménységekkel indultunk neki, de a kombajozás nem váltotta be ezt a reményeket, tehát jóval alá dobott a termés mennyiség, mind amit reméltünk. Tehát kezeltük őket kétszer, és tehát gombáról, meg hasonló permetezésekről, de valószínű, hogy még kellett volna többet, mert csak arra tudunk vetni, hogy ezek a betegségek vittek el sok termésből. Látszódott is, hogy voltak betegkalászok, amelyek valószínű megsültek, és ott nem volt akkora termés, tehát ott az kieséseket. A másik dolog, hogy nálunk is kezdi fölütni a fejét az a rágcsáló kár, tehát nem volt annyira számottevő, de bizonyos parcellákon, ahol volt, ott számottevő volt. Nem, itt Zentai határban én, amit láttam, még nem minden helyen van elterjedve. A program kezdetekor az összegyűlt adományokat Magyarországra szállították, azonban már évek óta itt, Vajdaságban, az Adorjáni Borsos Malomban lisztre cserélik, és így kerül el a helyi intézményekbe. A Vajdaságban működő olyan szervezetekkel, olyan szervezeteknek osszuk szét, akik a gyerekekkel foglalkoznak. Ide tartoznak a sérült gyerekekkel foglalkozó szervezetek, a kollégiumok, a nagycsaládosok egyesületei. Tehát igyekezünk eljutatni a gyerekekhez ezeket az adományokat, hiszen a magában a szlogenben is az van benne, hogy a gyerek mosolya többet ér minden pénznél, úgyhogy ezt tartjuk szem előtt, amikor ezt az akciót minden évben megszervezzük, a búzaadományokat begyűjtjük, azzal, hogy tavaly évtől kezdve már elfogadunk pénzadományt is, hiszen van, akinek nincs búzája, tavaly pláne soknak nem is termett rendesen, és akkor mondták, hogy ők inkább adnak búzaadományt. És ezeken a búzaadományokon utána, vagy pénzadományokon utána lisztet vásárolunk, és az is oda kerül a felhasználókhoz, tehát magukhoz, a gyerekkel foglalkozó intézményekhez. Az idei évben még bő egy hónappal ezelőtt meghirdettük ezt az akciónkat, és azóta várjuk a jelentkezéseket, és mai nappal itt, tehát most bezárul a 10 óra, hogy elmúlt, most már 10 tonna környéki mennyiség megérkezett, de tudjuk azt, hogy vannak még olyanok, akik ezután fogják hozni, és van olyan is, aki nem tud ide jönni vele a mai napon, hanem akkora mennyiség gyűjtöttek össze, hogy már az közvetlenül majd a Malomba fogják elvinni, és bízunk benne, hogy az idei évben is elérjük legalább a tavalyi mennyiséget, ami azt jelenti, hogy megint egy 11-12 tonna lisztet szét tudunk majd osztani a felhasználók között. Honnan érkeznek adományozók? Egész Vajdaság területéről, Magyar Csernyétől, Kupuszináig, Székelykevétől, Kelebiáig, tehát tényleg Vajdaság minden részéből érkeznek. Vajdaságban a kezdetek óta népszerű a Magyarok Kenyere program, minden évben 370-400 vajdasági termelő vesz részt az akcióban, a program ideje alatt pedig átlagosan több mint 20 tonna búza gyűlik össze itt. Ugye ez a program, ez 2010-ben indult, egy nagyon pici regionális anyaországi megyében kezdtek el gyűjteni búzát. Ahhoz képest most már ugye nem csak, hogy egész Magyarországon, hanem teljes Kárpát-medencébe gyűjtünk. Az összességében egyébként nagyságrendileg a számok azt mutatják, hogy stabilan az 1000 tonna gabonát gyűjtjük. Nyilván nem az a cél, hogy ezt a mennyiséget tovább és tovább hajszoljuk, mert minden egyes adomány, amely természetesen nagy lelkű, az azért az plusz áru mozgatással és logisztikával is jár. Inkább az a cél, hogy ezt a nemzeti összetartozást erősítsük, és pont azt is látom, ahogy így járom és kelem a Kárpát-medencét, hogy rengeteg hagyományőrző esemény, kis csapatépítő, egyházi programok kapcsolódtak be szorosan így a Magyarok Kenyere programhoz, tehát most már sokkal több, mint búzagyűjtés, inkább ténylegesen mindenki a szíve egy kis darabját is belerakja, és egy ilyen valódi nemzetegyesítő programról van szó, ami ráadásul azt látom, hogy nem kényszerként történik, hanem tényleg, ahogy talán elnök úr is mondta, már nem csak a gabonatermelő gazdálkodók, hanem bármi mással foglalkozó gazdálkodók is beszállnak, ha tehetik pénzadománnyal, ha tehetik egy bogrács gulyás elkészítésével, azt ajánlják fel a rendezvényekre. Nagyon sok települést kapcsolódik a programhoz, tehát tényleg kezd teljesen kibontakozni.
és ebből a gyűjtésből egyébként az anyaországban gyűlik össze nagyjából egy ilyen 600 tonna búza, és a többi régió gyűjti a 400 tonnát. A Vajdaságban összegyűlt búzaadományok mindegyikéből vettek egy kis mintát, ami Magyarországra kerül majd, és ebből a többi kárpát-medencei adománnyal együtt elkészül majd a kárpát-medencei kenyér. Az Európai Unió kész arra, hogy Ukrajna mezőgazdasági termékeinek szinte teljes egészét exportálja szolidaritási folyosókon keresztül, jelentette ki az uniós mezőgazdasági biztos Brüsszelben. A tagországok agrárminiszterének egynapos ülése után az uniós biztos emlékeztetett. A szolidaritási folyosók vasúti és közúti közlekedési kapcsolatokat jelentenek az Ukrajnával határos EU tagállamokon keresztül. Az ülésen Magyarország a frontországokkal közösen kérte az ukrán gabona importtilalom meghosszabbítását az év végéig. Véleményük szerint az EU-nak olyan pénzügyi támogatást kellene adnia, amely figyelembe veszi a szállítási távolságot, hogy az ukrán gabonát szárazföldi úton is megírja elszállítani az európai kikötőkbe, és az ukrán termékek valóban a rászoruló harmadik országokba jussanak el. A jó kukorica terméshez legalább 100 mm csapadékra és lehűlésre lenne szükség Magyar Kanizsa községben, mondják a gazdák. Ebben a térségben a talaj felső 50 cm-re száraz, a nedvesség pedig mind a napraforgónak, mind a kukoricának nagyon kellene. A több héten át tartó közel 40 fok és a légszárazság szinte egyik növénynek sem kedvezett, a kukorica esetében pedig néhol igazán rossz állapotban vannak a parcellák. A termelők aggódnak, mert ha nem lesz elegendő eső, ebben az évben sem lehet majd nagy kukorica hozammal számolni. Jelena Tanaszkovic mezőgazdasági miniszter arra kérte az állampolgárokat, jelentsék be a fertőzött sertéseket, mivel ez az egyetlen módja a betegség visszaszorításának, az állam pedig piaci áron kompenzálja a veszteségeket. Rámutatott, hogy a kórt leginkább olyan emberek tévedése okozza, akik elrejtik és elköltöztetik a fertőzött állatokat a farmokról. Eddig több mint 17 ezer sertést töltek meg, a szóban forgó sertéstelepeket pedig fertőtlenítették. Sasa Boskovic, a bosznia-hercegovinai állategészségügyi hivatal igazgatója elmondta, hogy Szerbiának, Boszniának és Horvátországnak közösen kell fellépniük az Európai Bizottságnál és az Egészségügyi Világszervezetnél is, valamint az ENSZ élelmiszerügynél az afrikai sertés járvány okozta károk felszámolására irányuló pénzügyi segítség kérése tekintetében. Bionövénytermesztés támogatására hirdett pályázatot a szerb mezőgazdasági minisztérium. Hektáronként 63 ezer dinárral támogatnák a bejegyzett gazdaságokat, amelyek legfeljebb 20 hektára pályázhatnak. A felhívás augusztus 25-éig tart, az érdeklődő mezőgazdasági termelők pedig az e-podcicai portálon nyújthatják be támogatási kérelmüket. Ennyi fért mai adásunkba, műsorunkat megtekinthetik a Pannoner TV honlapján. Jövő héten ismét várom Önöket aktuális mezőgazdasági témákkal. A viszontlátásra!